Joe Biden amerikai elnök megkezdte újraválasztási kampányát a kapitóliumi zavargások harmadik évfordulójának előestéjén. A demokrata elnök az eseményeket felidézve kemény szavakkal bírálta az akkori elnököt. Mit tett Trump? Ahelyett, hogy bűnözőknek nevezte volna a lázadókat, hazafiaknak mondta híveit. Hazafiaknak! És megígérte, amint visszatér a hatalomba, kegyelmet ad nekik, mondta Biden. Legalább 90 haltak meg a Trump hatalomban tartását célzó kapitóliumban történt zavargásokban.